Na, itt vagyunk az állam melletti karácsonyi bevásárlóközpontnál. A néhány vásárló esetében fölmerült a kérdés, hogy hogyan lehet játszani a virágbotta, hogy fogja megtanítani a gyereknek. A következő feladat, először is meg kell, hogy kell megfogni a pálcákat. Mind a két pálcának a vége lógjon ki a tenyerünk mögé. Alapeset, ez a alaphelyzet, párhuzamosan tartjuk a pálcákat, és ide-óra tudjuk pöcögtetni a vezetőn a pálcát. Első feladat, földobom elkapom. Ez egy nagyon egyszerű. Második feladat, meg is fordítom közben. Ugyanez menjen a másik irányba is. Ezeket megtanultuk, akkor jött a következő feladat, földobom a pálcát, és a kezemet keresztbe teszem. Itt látható, a kezem van keresztben, nem a pálca. A pálcák visszintesen és párhuzamosan állnak. Ez a feladat megvan, akkor megpróbáljuk így megfordítani. Mutatom lassan, a vezeték legyenek mindig visszintesen. Ez volt az előkészítő tanfolyam. Amennyiben szeretnének továbbja is lépni, akkor megnézzük, hogy mi a következő feladat. Itt már nem párhuzamosan vannak a pálcák, hanem egymással szinte 90 fokos szöget zárnak be, és jobbra-balra billegtetem a földön. Nagyon fontos, hogy amikor a bot hozzáér a vezetőhöz, akkor a vezetőn mindig engedek egy kicsit. És ha engedek a vezetőn, nem pedig így ide-oda fokozgatom, akkor az fog történni, hogy fölemeli az alsó gumiseprőcskét. Ezt fölemelte, visszaengedem. Megint fölemelem egy kicsit, egyre hosszabb ideig tartom fönn a levegőbe. Ha már föl tudom tartani folyamatosan az ördögbotot a levegőbe, akkor ezt megtanultuk az alapmozdulatokat. Innen fogunk tanulni trükköket. Az első trükknek javaslom, hogy egy fél fordulatot dobunk az ügyesebbi kezünkkel. Nekem a jobb kezem az ugyesebb, úgyhogy jobb kézzel kezdem. Ha ezt megtanultam, akkor ugyanezt tanuljuk meg bal kézzel is. Ha megtanulunk bal kézzel is, akkor folyamatosan is csinálhatjuk. Körgethetjük vízszintesen a helikopterbe. Szerintem kezdésnek maradjunk ennyivel. Sok sikert hozzá, próbáljátok, csináljátok, és türelem, türelem, türelem.